Ellátogattunk a harcművészetek egyik különleges válfaját tűző Wing Chun Kung Fu nagykanizsai képviselőihez is. Tapadó kezek, tapadó lábak, én a szemem sarkából mindig látlak akár két pont között az egyenes út. Amit hallottál erről, az vele se úgy van. Itt a harc nem a halálról szó, ez emberekről, nem pár vadállatról. Lehetsz óriás, én majd kitérek előled, lehetsz fürge, én majd követlek téged. Wing Chun Kung Fu, egy magyar szájából egy tervezett tudományt röviden felvázol. Az öklöm végén, ha nem torpan az erő meg, a férfiak kiállnak, a nyulak meg lelőnek. Wing Chun Kung Fu egy kínai harcművészeti irányzat, tehát az ázsiai harcművészetek egyike. Egy apácanő fejlesztette ki ezt az 1700-as évek elején, mégpedig abból a megfontolásból, hogy egy gyengébb fizikumú is, meg egy hölgy is, egy gyengébb fizikumú férfi, illetve egy hölgy is meg tudja magát védeni egy szabad küzdelemben. Gyakorlatilag a kung fu irányzatok közül ez sehol nem található meg, úgy Isten igazából nem besorolható harcművészet, hiszen a északi stílusok közé sem sorolható igaziból, a déli stílusok közé se, a lágy és a kemény stílusok közé se, hiszen a Wing Chun Kung Fu inkább a lágy és a keménynek egy ilyen egészséges ötvözetét próbálta meg megvalósítani, hiszen a védekezésünk az inkább lágya, pont amiatt, hogy el tudjuk kerülni az ellenfél támadásában rejlő veszélyt a blokk segítségével, és így a visszatámadásunk viszont erős, agresszív, amiatt, hogy minél hamarabb komoly sérülést tudjunk okozni az ellenfélnek. Falon látom a szentét, hogy kiket láthatunk ott, illetve a képekről mit tudsz elmondani nekünk? Hát középen, akit lehet látni, a kopasz idősebb úr aranykeretben, ő éppen nagymester, ő volt a Bruce Lee-nak is az oktatója, talán ez a név, hogy Bruce Lee, ez talán több embernek is mond valamit. Neki köszönhetjük gyakorlatilag, hogy a harcművészeteket, illetve a kung fu irányzatokat elfogadták szélesebb körben, Európában, illetve a tengeren túlon is. A éppen nagymesternek nagyon nagy munkássága volt, hiszen ő kezdett el Hongkongba komolyabb szinten tanítani Wing Chun Kung Fut, és őneki köszönhetjük azt, hogy több ember is megismerte ezt a harcművészetet Hongkongban. A ő tanítványa volt, az egyik utolsó tanítványa Leunti nagymester, akit jobb oldalt lehet látni. Ő a mai stílust vezető nagymester, 10. nagymesterfokozattal, és minden évben eljön Magyarországra, most már 20 éve, és tanítja a fehér pólós diákokat, illetve a fekete pólós oktatókat is. Akit pedig bal oldalt lehet látni, ez Szifu Mádai Norbert, ő a Kelet-Európai Szövetségnek a vezetője, 8. mesterfokozattal, ő a világon ebbe a szövetségben az 5. legmagasabb mesterfokozatú oktató, és személyesen én is tőle tanulom ezt a harcművészetet most már 18 éve. Hogy került ez Magyarországra, ugye egy jó 25 éves úgymond sikertörténet, de hogy került ez ide, hogy került ő kapcsolatba? A Sifu Kim Jugoszláviába kezdett el Wing Chun-nal foglalkozni, Szlátko Truncsics mesternél, Zágráb mellett egy kis faluban. Ő volt akkor a Kelet-Európában a legmagasabb mesterfokozatú oktató, és sajnos a polgárháború miatt katonatiszt volt a Truncsics mester, és a polgárháború miatt elvesztették a kapcsolatot, és az utolsó találkozásokkor a Truncsics mester azt mondta, hogy a Leunti nagymester, stílusvezető nagymester keresse meg ez ügyben, hogy hogyan tudja tovább fejleszteni a Wing Chun-t, illetve ő maga hogyan tudja tovább tanulni. És meg is történt ez, több levélváltás után a Leunti nagymester válaszolt, eljött Magyarországra, megnézte, hogy hány klub van, milyenek a felkészültek a tanítványok, és utána most már évek óta, két évtizede most már, hogy vendégül látjuk a nagymestert. Hányszor edzetek egy héten, hányan vagytok, illetve milyen az összetétele itt a csapatnak? Most már körülbelül, hát több mint egy tucatnyian gyakorolják nagykanizsán ezt a harcművészetet. Fiúk is, lányok is vegyesen. Sajnos a lányok részvétele sokkal kisebb, mint a fiúké. Talán ez annak köszönhető, hogy a lányok óckodnak az erőszaktól, pedig nem árt, hogyha az ember egy-két jó fogást, illetve egy-két jó taktikai tanáccsal el van látva az utcai önvédelem során. Illetve a résztvevőknek korban lévő eloszlása is elég vegyes, hiszen a 8 éves kisfiútól egészen a 41 néhány éves családapáig is megtalálhatók nálunk a tanítványok, elég széles palettán mozogva. Versenyzés ugye ebben a kategóriában nincsen, de mégis azért meg tudjátok mutatni magatokat, ez hol szokott általában megtörténni? Hát több megméretetése is van egy Wing Chun tanítványnak. Talán nem a megméretetések közé sorolnám a gálákat, meg a különböző bemutatókat, de inkább, hogyha megméretetésnél maradunk, akkor azt mondanám, hogy több megméretetésünk is van. Az egyik az, amikor, ha csak ezt nézzük, az utcán, amikor megtámadják, vagy valami veszélyes helyzetbe kerül, hogy azt túl tudja-e élni, vagy pedig gépbőrre meg tudja-e úszni. Ez az egyik mérföldkő az ilyen dologban.
a másik a tréningen való részvétel, hanem akkor is eljöjjön valaki a tréningre, amikor leckét kell írni, akkor is eljön, amikor fáradt, akkor is eljöjjön, amikor a haverok hívják, hogy menjen inkább biciklizni vagy strandra, ha akkor is itt van a tréningen, az is egy mérföldkő az előrejutásában. A harmadik ilyen mérföldkő az pedig a vizsga, hogy amikor a mester eljön Kecskemétről és Zalaegerszegen tart szemináriumot, és ők részt vesznek egy ilyen továbbképzésen, utána egy eredményes vizsgát tudnak-e tenni a mester előtt. A negyedik ilyen megmérettetésünk pedig a mindennapi életben a próbatételek, amikkel nehézségekkel, problémákkal szembe kerülnek, hiszen a Wing Chun Kung Fu az a problémamegoldó készséget, a helyzetfelismerő készséget is megpróbálja fejleszteni, hogy ezeket a problémákat, ezeket a nehézségeket, ezeken keresztül tudnak-e vergődni, és meg tudják ezeket oldani. A Wing Chun Kung Fu nem csak önvédelmi technikákat tartalmaz, hanem olyan reflexfejlesztő, készségfejlesztő gyakorlatokat, amelyekkel ezeket a készségeket, képességeket próbálják megfejleszteni. Most, amit lehet látni, egy sorozat technikából, tehát egy folyamatos mozgásból támad az illető kézércsapással lenyomva az előlévő kezet, és meg kell tanulniuk most ezzel a gyakorlattal a tanítványoknak azt, hogy a hátsó kézzel hogyan tudják átvenni a védekezésnek a szerepét, onnan hogyan tudják felszabadítani az utat, és mennek előre a következő támadásra. Ugye itt a Wing Chun-ban az alapállás is eltér a többi harcművészetektől. Ennek mi az oka? Azért használjuk ezt az alapállást, mert egy szimmetrikus állásra van szükségünk az utcán, hogy minél mozgékonyabbak tudjunk lenni. Aztán azért húzzuk össze a térdeket, egyrészt, hogy ne tudjanak alánk rúgni, másrészt pedig, hogy egy térdek közötti összetartó erő segítségével megpróbálunk mozgási energiát adni a későbbiekben, a fordulásokhoz, a lépésekhez, tehát a lábtechnikához elengedhetetlen, hogy összehúzzuk a térdeket. A harmadik ismérve ennek az állásnak, hogy befelé vannak fordítva a lábfejek, erre azért van szükség, mert hogyha egy sima, szimmetrikus állás használunk, és abba összehúzzuk a térdeket, akkor a belső talpén állunk. Viszont hogyha, és az instabilitást fog eredményezni. Viszont hogyha befelé fordítjuk a lábfejeket, akkor pedig az egész talppal állunk a talajon, ami nagyobb stabilitást tud adni, és a lábtechnikáknak a kivitelezését meg tudja könnyíteni. Az előtérben a kis fiatalember az gyakorolja, hogyha lecsapják a kezét, akkor hogyan tud erre hatékonyan védekezni, oda-vissza csinálják ezt a technikát, hogy a támadó részt is szokja a fiatalember, nagyobbik a segítőnk, hát lecsapja a kezet és úgy támad, ilyenkor nem elég sokszor a kifordulás, hanem a kilépéssel is megpróbálják elvezetni a támadónak az erejét. A háttérben a haladók pedig önvédelmi technikát gyakorolnak, amikor az ellenfél egy ütés kombinációval támad, az elől kitér, és a kéztechnika után a lábtechnikát használja megnövelve a távolságot, hogy a ütőtávon kívülre kerüljön, és onnan tudjon berúgni az illetőnek. Látok én kesztyüket, különböző tárgyakat, ezeknek mi a szerepe? A pontütőkesztyűnek, illetve a rugópajzsnak az a szerepe, hogy a tanítványok a támadó technikákat is tudják fejleszteni, hiszen ilyenkor a partner nincsen veszélybe, teljes erővel tudják kivitelezni a technikákat. Az a lényege gyakorlatilag, hogy megtanulják azt, hogy milyen izomcsoportokat tudnak hatékonyan összedolgozni, hogy minél nagyobb legyen ez a támadó erő. Aztán a zsákoló kesztyű az meg azért van, hogy a lógózsákon, amikor edzenek, akkor a kezük ne sérüljön meg, a bőr ne repedjen föl rajta. A fizikai erő itt mennyire számít ebben a sportban? Természetesen számít. A tréning végén egy 5-10 percben szoktunk erősítő gyakorlatokat végrehajtani. Erre azért van szükség, hogy a támadó technikánál az izomcsoportokat megfeszíti, ha bevisz egy támadó technikát az illetőnek, akkor az minél inkább hatékony tudjon lenni, de nem kell nagy fizikum hozzá, hogy ezt a harcművészetet valaki el tudja sajátítani, valakinek betörik az orrát, torkon ütik, ezek az elég hatékony technikák tudnak lenni, nem nagy fizikummal is. Tehát a fiúk, amit most önvédelmi technikát fognak majd mutatni, ebben, mikor ütés kombinációval támad az illető, hogyan tudja lezárni a távolságot, minél hamarabb egy agresszív ellentámadásba átmenni, levinni a földre, ott rögzíteni, és bevinni neki még egy találatot. Következő technikánál hasonlóképpen járnak el, csak most nem fent jön a támadás fejre, hanem lent testre próbál egy felütést bevinni az egyenes ütés után. Köríves rugás elleni önvédelmet is mutattak a fiúk. Hát a combos rugással támad, és elő van a védekezőnek a lába, megpróbálja megrúgni a tartólábat, és onnan levinni a földre. Ha lecsapja a kezet, megint csak elcsapja a kezet, védekezik a hátsó kézzel, megrúgja, megüti az ellenfelet, leviszi a földre, és ott próbálja rögzíteni. A körkörös mozgások itt nem is nagyon vannak, mint ugye a másik harcművészetekben. Ez, gondolom, ez egy speciális dolog. Így van. A középvonalat próbáljuk megőrizni, és ennek segítségével bevinni találatot az ellenfélnek, és mivel két pont között a legrövidebb út az egyenes, így mi is inkább egyenes technikákkal operálunk. Vannak nálunk is köríves technikák, ökölütéssel, horog, felütés, illetve könyökcsapások, kézélcsapások, de ezeket ritkábban szoktuk kivitelezni, és általában közelharcban, amikor már biztos a találat. Mióta
csinálod ezt a Wing Chun Kung Fu-t? 4 hónapja, szeptemberben kezdtem. És mi az, ami lehozott ide? Hát az ismerősöm ajánlotta ezt a helyet. Mondta, hogy hasznos technikákat lehet, önvédelmi technikákat lehet gyakorolni, és hát lejöttem. És hogy érzed magad itt az elmúlt 4 hónap alatt? Jó, jó a társaság, jó. Kétszer van ugye edzésetek egy héten, a köztes időben készülsz, akár előlétileg, vagy valami mással, ami ide az edzéshez kapcsolódik? Otthon néha a technikákat, a fordulást, az ütést, a formagyakorlatot szoktam gyakorolni. Mióta foglalkozol a harcművészetekkel, és akár a Wing Chun-nal? 12 éve Wing Chun-ozom. Előtte karatéztam, meg inkább más sportok, de a Wing Chun igazán a meghatározó. 98-ban vizsgáztam először, tehát azóta 12 éve. És milyen szinten tartasz most? 12. fokozat. Ez mit jelent? Ez egy előmesteri szint. Igazából itt már csiszolt haladó dolgokat, tehát mester dolgokat is tanul az ember. Milyen célod van, tehát mi az, amit szeretnél ebben a sportban elérni? Kifejezetten olyan jellegű célom nincs, egy egészséges önvédelem, az a legfontosabb cél. Ha az ember családját vagy bárkit meg kell védeni, akkor ezt tudja hasznosítani. Mitől másabb ez szerinted, mint mondjuk egy karaté például? Hát teljesen másképp van felépítve, itt van esélye a gyengébb ellenfélnek is, mivel én is 170 centi magas vagyok, meg 80 kiló, tehát egy 120 kilós ellenféllel szemben karatéval nem biztos, hogy lenne esélyem. A Wing Chun itt is esélyt ad. Lehet szürgeim majd, követlek téged, Wing Chun Kung Fu, egy magyar szájából egy tervezett tudományt, röviden felvázol, az öklöm végén, nem torpan az erő meg, a férfiak kiállnak, a nyulak meg lelőnek, a szavak mindig erősek, de a tettek folyton szundikálnak, csak ígéretek lettek, míg én 8 élű késsel vágom az utat, a hitetlenek százat, száz felé fúrnak, de szint, ez becsület, ez erő a fejemben, mert én láttam, nem létezik lehetetlen. Szint, ez becsület, ez erő a testemben, mert én tudom, nem létezik lehetetlen. Szint, ez becsület, ez erő a lelkemben, mert én érzem, nem létezik lehetetlen. Szint, ez becsület, ez erő a kezemben, mert én hiszem, nem létezik lehetetlen. Egy apró gondolat a kezemen keresztül, akár a puskákból ordító keresztűz. Én később indulok, az előny a tiéd, de előbb érkezem, na? Tudod-e miért, ahogy lépsz én fordulok, akár egy tükörképez, dűlőre visszük, nem kell, hogy üldözzél egy fiatal szűz. Ha valaki kedvet érez ez a harcművészethez, szívesen látjuk, minden kedden és csütörtökön 6-tól fél 8-ig a Bolyai Általános Iskola alaksori torna termében. Lányok és fiúk korhatár nélkül jöhetnek.